Április 24-én nagy létszámú önkéntes csapat gyűlt össze a szekszárdi hulladékkommandó szervezésében a megyeszékhely egyik területének megtisztítására. Itt közel 8 köbméter szemetet szedtek össze az önkéntesek a délelőtt folyamán. Baltavári István, a szekszárdi hulladékvadászok vezetője délután, azonban közel a megtisztított területhez újabb 30-40 köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot talált. Ezzel már több mint 110-re nőtt a Tolnai megyeszékhelyen felfedezett törvénytelen lerakók helye. Ha nem csinálunk nulla vonalat, akkor soha nem lesz megoldás. Tehát mindenképpen azzal kéne kezdeni, hogy ezt a 110-es nagyságrendű illegális hulladék lerakót meg kéne szüntetni. Tehát valamilyen módon, mindegy, hogy kinek a pénzéből, kinek a munkájával. Baltavári István azt is elmondta, hogy ezen halmok elszállítása és a területek megtisztítása nem csak rengeteg energiát és időt vesz igénybe, nagyon sok pénzbe is kerül. Ha egy köbméter szemét összeszedésére, konténeres elszállítására és azok törvényes elhelyezésére körülbelül 30 ezer forintot számolunk, úgy csak ezen a területen elterülő legalább 30 köbméter hulladék eltávolítása nagyjából 900 ezer forintba kerülne. A megoldás a megelőzés lenne, mondja a mozgalom vezetője. A legutóbb felfedezett szemétkupacokban személyes iratokat is találtak. Számlákat, csekket találtunk, névvel, utca, házszámmal, bírósági jegyzőkönyvet, ilyen valami betöréses, lopásos témában vallottak ezt, meg azt, meg amazt, és akkor meg egy hitelfelvételi nyilatkozat. Mindegyiknél nevek vannak, mindegyiknél címek vannak, és ezeket itt találtuk, hogy ez mire jó, mire elég, nem tudjuk pontosan, mert most indult el először egy ilyen akció. Reméljük, elég lesz arra, hogy felszólítható az illető, hogy tegyen valamit. A rendőrségen már meg is tették a feljelentést. A szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán indítottak büntető eljárást hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt ismeretlen tettesek ellen. Hogyha bebizonyosodik az, hogy a hulladékok veszélyesek az emberi környezetre, akkor veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt fognak eljárást indítani. Ha azonban ezek az elhelyezett hulladékok nem veszélyesek a környezetre, akkor szabálysértési eljárásban fogják folytatni az eljárást. A helyszíni szemle során a rendőrök birtokába kerültek azok a személyes papírok, amik akár bizonyítékként is szolgálhatnak, és segíthetnek beazonosítani az elkövetőket. Ezért akár 3 év letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik a vétkeseket.